Jó estét kívánok! Megtámadták a határon ragadt menekültek a macedón rendőröket, kövekkel dobálták meg őket, válaszul pedig hang- és fénygránátokat lőttek közéjük a macedónok. Az elkeseredett migránsok azért támadtak a rendőrökre, mert őket nem engedik át a nemzetiségük miatt. Ráadásul, hogy teljes legyen a határzára, a macedónok egy 3 méteres kerítést húztak a görög határa. A helyszínről Novák András tudósít. Jó estét kívánok! A kerítésépítés miatt annyira feldühödtek a menekültek, hogy elkezdték kővel dobálni a macedón rendőröket. Kövekkel, üvegekkel dobálták a migránsok a macedón roham rendőröket. Ők végig pajzsokkal védték magukat. Egy fél óra elteltével fény- és hanggránátokat lőttek a menekültek közé. 2 macedón rendőr megsérült, a fejüket találták el kővel, őket azonnal ellátták a mentősök. A tömeg haragját az váltotta ki, hogy a macedónok egy 3 méteres kerítést húztak fel a határra, illetve meghalt egy marokkói migráns. Elkeseredettségében ugyanis felmászott az egyik vonatra, és megfogta a magas feszültségű vezetéket. A barátai hősként ünnepelték, a Vöröskereszt orvosai már nem tudták megmenteni az életét. Ezután döntött úgy a feldühödött tömeg, hogy a macedón határhoz vonul, és megtámadják a rendőröket. Már 15 napja volt itt, és nem engedték tovább menni, ezért döntött az öngyilkosság mellett. Ez itt nem élet a görög határon, olyan, mintha halottak lennénk, panaszolja ez a marokkói férfi. Ezután órákon keresztül dobálták a macedónokat a migránsok, a görög rendőrök viszont nem avatkoztak közbe. Egy iráni menekült úgy döntött, hogy a sinekre fekszik, ezután viszont az őt filmező újságírókat támadta meg. Jelen vagyunk a határ mindkét oldalán, mint megfigyelők. Folyamatosan egyeztetünk a görög és macedón kormánnyal, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, mondja az ENSZ helyi koordinátora. Délutára befejezték a támadást a menekültek, egyfajta állóháború alakult ki. Most úgy tiltakoznak a migránsok, hogy farkaszemet néznek körülbelül 1,5 méterről a macedón rendőrökkel. Az ATV híradóját a macedón-görög határról Novák András tudósította.